Miért látta fontosnak megcserélni a címet? Tehát nem a Heilbronni Katica vagy a Tűzpróba, hanem fordítva. Ugye egyrészt azért, mert hogy ez a szakító próba, hogy megmérettetik az emberiség, vagy legalábbis ez a környezet, amiben a császár, az érsek, tehát úgy az egyház, mint a földi hatalom, a kisemberek, a közemberek, a grófok megmérettetnek az Isten előtt, ez a tűzpróba. És talán ez fontosabb, mint csak egy embernek, egy lánykának a története. A lovagdráma műfaji sajátosságai mik? Hogy van az itt jelen a Móricz Zsigmond Színház színpadán? Ugye a nagy klasszikus lovagdrámák, tehát a karddal az Istenért, a tisztességért, a hölgyekért harcba megyünk. Ez ugye így indul, hogy egy becsületbeli dolgot kell megvédeni, ahol tanúként a magát, az Úristent hívják, és végülis ebben nem bíznak az emberek nagyon sokáig. Tehát végül is itt mindenki a maga módján, de hát főként ugye Sugár Vára grófja, az maga Jézus lovagja, akit fölhatalmazott a hite arra, hogy megvédje mindazt, ami szép a világban, mindazt, amit az Úristen adott a teremtés által. Azt hiszem, hogy a lovagdrámáknak ez az alapvető mozgatórugója. Mi ezt így próbáltuk tartani, aszerint a jól bevált módszer szerint, ami a fölhördülések, a megsértődések, az mind annak jegyében az a kereszténységnek az az alapvető etikai mércé. Etikai mércéje, igen. Történelmi annyiban, hogy a középkorban történik, de nem egy reális történet a háttere, hanem ez egy ilyen fantázia történet. Inkább csak azért kellett, azt hiszem, Kleistnak ez a kor, mert ez az a kor, amiben a tisztesség, a becsület, az Isten hit, az egyház maga, vagy akár a földi hatalmak, a császárságnak megvoltak azok a szabályai, azok a kötöttségei, amiben mondjuk így békjóban volt a társadalmi rangok közti tilalmak. Tehát, hogy itt egy összeférhetetlenségről szól a történet, hogy egy paraszt lány és egy gróf közt nem lőhet létre egy szerelem. Viszont ugye van egy arkangyal, egy isteni üdvözlet, vagy egy angyali üdvözlet, aki megjelenti őnekik, hogy ők egymáséi lesznek. És ugye hát itt vergődnek, ezen rágódik a történet, és ez a kaland benne. Ugye Goethe azt mondta Kleistról, hogy egy őrült, akit nem is szabad komolyan venni, egy szerelmi bánat határozta meg az egész életét, és végül szegény emiatt is lett öngyilkos. És ugye ez a darab a szerelemről szól. Gyönyörű vallomások vannak benne, de hogy mondjam, akár úgy kortárs, tehát egy történe, egy ilyen középkori közegben egy olyan kortárs kinyilatkoztatás a szerelmi vallomásról, az irodalomról, olyan szépen reflektál Kleist önmagára, és ilyen módon mi tudunk a színpadon reflektálni önmagunkra. Hát kinek nem lenne sajátja az a kalandvágy, ugye ifjú korunkban olvastuk ezeket a kalandregényeket, vagy melyik kislánynak ne lenne a herceg kisasszonyság egy álma. Gyönyörű szépen, ugye ez a nagy erénye ennek a darabnak, hogy igazán szépen, kristálytisztán fogalmaz az emberi érzésekről, hitről, tisztességről, stb. Egyértelmű, hogy ugye ez egy romantikus mű, és a romantikának a zene az pontosan a lelki rezzenéseink kifejezési formája, tehát hogy azért találta fel az ember a zenét, hogy kifejezze azt, ami amúgy nem kifejezhető beszéddel, tánccal, gesztussal, úgyhogy van benne zene bőven, szép, nagy lélegzetvételű zenék, nem opera, de azért remélem, hogy egy néha nagy operai pillanatot vérez is csinál. Van a katarzis, az, amikor egyszer csak egy olyan indulat halmaz gyűl fel bennünk, ami felszabadít bennünket, ami azt a sok terhet, amit hordozunk, egy kicsit felszakítja. Jó esetben a színháznak ez a célja, és az jó, hogyha valamiféle felszabadultság érzéssel megy haza a néző. Megkapja az a néző is a kedvére valót, aki a nagy romantikát, a nagy érzelmeket kedveli, és az is, aki ezt nem, hiszen bőven van technikai
megmutatni való ebben az előadásban. Persze, meg humor is van, tehát ahogyan, mert ugye ez mindig párba megy, a dráma a komikummal, az kézenfogva jár, tehát hogy néha nevetségesek vagyunk a nagy érzéseinkben, de hogy mondjam, azért ezt az előadást ma készítettük, tehát 2015-ben, de azzal az igénnyel, amit támasztott nekünk Kleist, és annak nagyon örültünk. Igazán minden olyan anyagból, amit ma olvasunk el, és egyetlen előveszünk, abból kitűnik, hogy az az alapvető emberi milyenség, arról beszélünk. Tehát igazán nem is tudjuk reprodukálni, mert ő a 18. században írt egy középkori történetet, és mi a 21. században ezt földolgozzuk, és ugye ettől végül is kortárs műről beszélünk.